ünnepe, az angyal üdvözlet napja tele van csodákkal. Elég az evangéliumot végigolvasni. Gyakorlatilag minden mozzanat, a minden történés egy csoda. De azt, hogy egy angyal megjelent Máriának, talán az a legkisebb. Hányszor és hányszor jelent meg angyal a Szentírásban? Talán összeszámolni se tudjuk. Hiszen az angyal küldött, hogy mindig azért jön el a világra az emberek közé, hogy az Isten üzenetét valamilyen formában közvetítse. Az Ószövetségben is számtalan esetben jelenik meg angyal, az Új Szövetségben is nagyon sokszor jönnek el angyalok azért, hogy tudomására hozzák az embereknek azt, hogy az Istennek milyen szándéka van velük, vagy nekik mit kell megtenni. Csoda. Valóban csoda. De nem ez a legnagyobb csoda. Talán még az sem a legnagyobb csoda, hogy Mária szűzen fogadta Jézust. Hogy egyszerre birtokolhatta a női mi voltnak a két értékét, a szüzességet és az anyaságot. Még ez sem a legnagyobb csoda. De még az sem, hogy ez a foganás, ami benne lezajlódott, az az Istentől jött. Hiszen ez is megtörtént. Még az sem nagy csoda, hogy akit világra szült, az nem csak, hogy az Istennek egy kiválasztott embere, vagy egy nagyszerű ember, vagy egy olyan ember, aki később Istenné vált, vagy Istenné tette őt az Úr. Az sem, hogy fél Isten lett. Talán még az sem a legnagyobb csoda, hogy akit ő erre a világra szült, az maga az Isten, az Istennek a fia. A legnagyobb csoda az egész megváltásnak a teljességében van. Az, hogy az Isten képes volt arra, hogy ide lejöjjön a földre emberek közé. Hogy az Isten kiszolgáltassa magát nekünk embereknek. Kiszolgáltassa magát gyermekként, menekültként, üldözöttként. Kiszolgáltassa magát a zsidóknak, a rómaiaknak, főpapoknak, a nép véreinek, az előjárónak, és hagyja, hogy megöljék. A legnagyobb csoda az, hogy az Isten képes volt áldozatot hozni az emberekért, amikor saját magát feláldozta. Mert általában fordítva kellene, hogy történjen a dolog. Nekünk embereknek kellene áldozatot hozni az Istenünk. Nekünk kellene valamit felmutatni neki. Nekünk kellene odaadni valamit az Istennek. Az Ószövetségben is, a zsidó vallásban is, de minden más vallásban arról van szó, hogy az